A Startup Nation programmal kapcsolatos kifogásokat és javaslatokat ismertette a Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsa egy bukaresti sajtótájékoztatón. Ugyanakkor súlyos bírálatokat fogalmaztak meg a szuverén fejlesztési alap létrehozásának tervezetéről. Több kifogást is megfogalmazott a Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsának elnöke a Startup Nation 2018 program kapcsán, és a finanszírozási kritériumok módosítását javasolta. Egyrészt úgy vélte, a jelenlegi kritériumrendszer gyakorlatilag kizárja a szolgáltatásokat, másrészt kifogásolta, hogy az az előírás, hogy az alacsony vállalkozói sűrűséggel rendelkező megyéket előnyben részesíti, éppen a nagy egyetemi központokat zárja ki, vagy az olyan megyék kevésbé fejlett részeit, mint Kolozs. A leginkább azonban az érkezési sorrend szerinti finanszírozás ellen emeltek szót, mert, mint mondták, nem akarnak odajutni, mint 2013-ban, amikor a de minimis támogatáskor 5 perc alatt leállt a minisztérium szervere. Nekünk nem gyorsasági klikversenyen kellene részt vennünk. Nem azért kellene versenyezni, hogy ki jelentkezik elsőként. Nekünk ötletekkel, üzleti tervekkel, hozzáadott értékekkel kell versenyeznünk. Mindenki számára azonos eséllyel. A vállalkozói szervezet ugyanakkor súlyos bírálatot fogalmazott meg a szuverén fejlesztési alap létrehozása kapcsán is. Szerintük egy olyan szupervállalkozás jön ezzel létre, amely semmilyen szabályozásnak nem veti alá magát, erőfölényben van minden egyéb vállalkozáshoz képest, és senkinek nem tartozik számadással. Ennek a társaságnak olyan jogosítványai lennének, amilyenekkel semmilyen más romániai társaság nem rendelkezik, minden korlát nélkül vásárolhat és eladhat, ajánlatkérés és teljesítményi kritériumok nélkül. Bevezeti a felelősség nélküli döntés lehetőségét. A Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsa szerint az alap létrehozása legalább 8 jelenleg hatályos jogszabályt sért, ráadásul az alkotmány 4 pontjába is ütközik.